Sziasztok! Az én korosztályomból még bizonyára elég sokan emlékeznek a 70-es, 80-as évek kakaójára, arra a kakaóra, ami még olyan szépen bele tudott ülepedni a pohár vagy az acskó aljába, és amiből igazából csak egyfajtát gyártottak az ország tejüzemeiben, nem úgy, mint ma, amikor már számtalan félefajta ilyen termékkel találkozhatunk a boltok polcain, és amelyekre rá van írva, hogy tartalmaz ezt, azt, amaszt. Annyi mindent, hogy inkább bele se kezdek a felsorolásába. Hát bármelyiknél ránéztek, vagy 6-8 vagy 10 féle összetevője biztos, hogy van mindegyiknek. És hát ugye annak idején, a 70-es, 80-as években még a kakaó mindössze 3 fajta összetevőből állt. Az egyik volt a tej, gondolta volna, a másik a kakaópor, még vannak, a harmadik pedig a cukor. És ez a kakaó még olyan tejből készült, amit éppen frissen összeszedtek ezek a tejgyűjtőkocsik a falusi gazdáktól, ilyen teljes kannákban hordták be, valamint ilyen kisebb teherautókkal, ifával, meg hasonló kaliberű tehergépjárművekkel a TSZ-ek tehernészeteinek a tejét hordták be napi szinten a tejüzembe. Ezt a tejet maximum leszűrték, de sok helyen szerintem még az sem, egyszerűen csak begyűjtötték és behozták, tehát igazi nyers tej volt. A tejüzemben pedig átesett egy olyan eljáráson, vagy amit úgy hívtak, hogy pasztőrizálás, vagy pasztőrözés, tehát felmelegítették, felforralták, de csak néhány pillanatra a tejet, aztán gyorsan visszaültötték néhány perc alatt 10-akárhány fokra, ezzel csírátlanították, tehát valamelyest tartósították. Ez volt a tartósítási eljárás, így nem romlott meg olyan hamar, de így is egyébként 2-3 napon belül megromlott, hogyha nem itták meg, úgyhogy ez volt a mutatója annak, hogy az valóban valódi tej volt, és jó minőségű áru, és az, hogy a csomagolás követően az acskóra, a poharakra az volt ráírva, hogy sovány tej, vagy sovány tejből készült kakaó, csokis tej, vagy karamellás tej, vagy bármi hasonló. Ez igazából csak púder volt, ilyen kozmetika, csak azért volt, hogy jobb hatással legyen a vevőkre, valójában nem is volt semmi jelentősége. Szerintem alaptalan, valódlan feliratok voltak ezek, de hát ez volt az előírás, azt fel kellett hagyjuk tüntetni, és kész. És ezt, tehát nem volt ilyen, hogy mit, lehet, hogy nem is tudom már pontosabban, nem vagyok benne biztos, hogy volt ilyen, hogy másfél, meg két és fél, vagy mit ilyen hány százalékos tej volt, és kész. Lehet, hogy volt egy-kettőre felírva, hogy sovány tej, talán még százalékot is feltüntettek rajta, de tényleg csak az előírás miatt, mert azt kívánta a rendszer, de ugyanabból a tejből készült minden, amit behordtak a TSZ-ekből, meg a falusi gazdáktól, ezt biztos forrásból tudom, mert bejárásom volt a Nagykörnyizsai tejüzembe, ahol egyébként az egyik haverom volt a kakaó főző, éveken keresztül ő főzte a kakaót. Na és innen a recept, amit most veletek meg fogok osztani, az ősi, eredeti retro kakaónak a receptjét. Ez a recept pedig a következő. Nagyban úgy készült, hát itt most kicsiben fogom természetesen bemutatni, egy liter tejjel, de nagyban úgy készült ez a kakaó főzés, hogy a barátom belengedett 800 liter tejet egy 1000 literes tartályba. Erre a 800 liter tejre ráborított 25 kg zsák kakaóport, azaz 75 kg kakaóport és 50 kg zsák kisvány cukrot, tehát 250 kg cukrot borított hozzá. Elkevergette, felforralta, a tartályba vezetett gőzcsöveken keresztül, úgyhogy leégni sehol nem tudott, felforralta, és ami felforrt, onnantól jött a gyors hűtés, ezzel megvolt itt is már egyszer a pasztőrizálás, amiről az előbb beszéltem, de itt inkább az összetevők összefőzésén volt a hangsúly, mert nagyon nem mindegy, hogy a cukrot és a kakaót csak elkeverjük a tejben, vagy fel is forraljuk, mert onnantól kezdve, hogy felforraltuk, ez már szirup minősítést fog kapni, tehát hogy értsük, ha csak simán elkeverjük a cukrot a tejben, akkor vagy bármiben, az csak egy cukros lé lesz, vagy mondjuk vízben. Viszont ha fel is forraljuk a cukorral együtt, az már szirup minősítést nyugodtan megkaphatja, az már szirupnak minősül. És ez a szirup mennyiség, ugye 800 liter teljes hozzá, mint a 250 kg cukor, 75 kg kakaópor, ez mindjárt lett 1000 liter ilyen kakaó szirup, ami 8000 liter tejhez való adagoláshoz volt elegendő, így lett belőle 9000 liter kakaó. És hogy ne kelljen otthon matekozzatok a konyhában
ezzel a dologgal, hogyha szeretnétek ilyen eredeti, ősi eredeti retro kakaót készíteni. Én most bemutatom nektek egy liter tejre visszaosztva az adagolást. Tehát ha egy liter tejjel készítünk kakaót, illetve egy liter tejből, akkor egyszer tej, ehhez 8,5 g kakaóport öntünk, de a leírásban is ott lesz egyébként. Szépen le fogom írni, 8,5 g kakaó és 28,5 g cukor. És innentől csak annyi a dolgunk, hogy ezt szépen kevergessük és felforraljuk állandó kevergetés mellett. Ilyenkor nem kell megijedni, hogy csomós a kakaópor, mert ahogy melegszik, az szépen szét is fog bomlani, teljesen el fog oszlani. Egyáltalán nem lesz csomós. Csak muszáj kevergetni, mert ugye itt nem úgy forraljuk, mint a tejüzemben, hogy az edény oldalában gőzcsövek voltak, hanem lánggal és könnyen leéghet, hogyha nem figyelünk oda rá. De hamar felfor. Egy liter, nem egy nagy mennyiség. És kakaó gombócok pedig szépen eloszlanak. Ha nem kevergetnénk, akkor is eloszlanak, de muszáj kevergetni, mert különben, ahogy az előbb mondtam, oda égne. Egyet forr, abban a pillanatban le is zárjuk. Tehát nem főzzük, csak felforraljuk és kész. Na kérem szépen, ennyiből áll a retro kakaó főzése. És szépen le fog majd ülni, leülepedni a pohár aljába, pont úgy, mint annak idején. Na nézzük, milyen az íze. Íz és illat azonnal visszavisz a gyerekkoromba. Biztos úr fel tudja idézni a gyerekkori emlékeket, legalábbis a kakaóval kapcsolatos emlékeket. Ami már ugye hoz magával mindent a régi időkből. Hát szerintem ez nem csak kifejezetten kanizsai recept volt egyébként, hanem nemzeti recept, hiszen annak idején a szocializmusban ez elég sok mindenre volt jellemző, mint ahogy egy utcában egyféle házak lehettek, egyforma kerítések, a házszámtáblák egyformák kellett, hogy legyenek, akkor az iskola köpeny, meg stb. Sok egyenruha, meg egyenforma, ez volt a jellemző a szocializmusra, hogyha csak a külsőségeket nézzük, leginkább ez volt a jellemző. Na mindegy, maradjunk a kakaónál, pontosan ugyanolyan, még ha silányabb kakaóport is lehet mostanában kapni, mint annak idején, mert akkor azért az tényleg minőségi volt. De ettől függetlenül pontosan ugyanaz az íz és illat, mint amit gyerekkoromban éreztem, amikor anyám vagy megmelegítette a kakaót, vagy egyszerűen csak kibontottam ezt az iskola teljes, vagy iskola kakaós poharat. Ugyanaz. Hát akkor, hogyha elkészítitek, köszönöm a figyelmet és jó nosztalgiázást! Sziasztok!